Első alkalommal szerveztek szakmai napot gyermekápolók, szülésznők és védőnők számára a Markusovszki Egyetemi Oktatókórházban, amely a szakmák közötti együttműködés jelentőségét hangsúlyozta. Előadások hangzottak el többek között a szülészeti és koraszülött ellátásról, a kórházi védőnők feladatairól, az újszülöttek táplálásáról és a kézhigiéné fontosságáról. A résztvevők a program végén tesztet töltöttek ki a hallottakkal kapcsolatban.